Szórólap érkezik a Váczki Súlyfalui polgármestertől. A faluban csak nem 500-an laknak. A település vezetője múlt héten arról értesítette a családokat, hogy nem viszik el a szemetet, ezért azt mindenki tárolja az udvarán, amíg megoldódik a helyzet. A hétvégére megoldódott, így most újabb szórólap érkezett. Ezekkel közön a falval, hogy végül is elviszik a szemetet enni. A szemétszállító cég ugyanis soron kívül gyors segélyt kapott az állami szervezettől, ebből egy ideig finanszírozni tudják a szolgáltatást. A váczki súlyfalujak örülnek, hogy ha rövid távon is, de megoldódott a szemétszállítás problémája, és nem kell az udvaron tartaniuk a szemetüket. Abban bíznak, hogy ez hosszú távon is így marad. A polgármester szerint a legnagyobb baj a bizonytalanság. Amíg ők végezték a szemétszállítást, működött a rendszer, most egyik napról a másikra változnak a dolgok. Áprilistól ugyanis csak az erre a feladatra létrehozott állami cég bocsáthat ki számlát a szemétszállításról, de nem működött a rendszerük, így nem tudtak fizetni a szolgáltatóknak. Itt egy előzetes hatástanulmányok alapján egy kicsit megalapozottabb koncepciót vártunk volna, amit még azért én úgy gondolom mai napig nem kaptunk meg. Hogy úgy mi lesz a jövő, azt majd megmondom 3 hónap vagy 4 hónap múlva. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT azt ígéri, hogy rövid idő alatt fizetnek annak az 57 szemétszállító cégnek, amely jelezte, hogy elfogyott a pénze. Erre az alapítótól kapnak előleget. Az MNV ZRT-től egy keret összeget kértünk annak érdekében, hogy egy ilyen kölcsönfedezetként, ha további igény jön és esetleg a szolgáltatás fenntartásra megköveteli, akkor további pénzt tudjunk juttatni a közszolgáltatóknak. Az érintett települések polgármesterei pénteken gyűlnek össze Gödöllőn, hogy tárgyaljanak a kialakult helyzetről. Az állami hulladékgazdálkodási szervezet vezetője szerint attól nem kell tartaniuk, hogy a szemét a kukákban marad.